Nem ez. Akkor viszont ez lesz az. Valamiért elfelejtette a Streamlabs, hogy egyébként nekem van mikrofonom. Ami sose gond. Szóval, akkor még egyszer mindenkinek kellemes hétfői délelőttöt kívánok. Most ezen a délelőttön Minecraftozni fogunk, folytatjuk a kis hardcore sorozatunkat, amit ott hagytunk abból, hogy sikerült beköltöznünk egy faluba. És mint látjuk, ennek a háznak a tulajdonosa ezt annyira nem díjazza. A mai streamben valószínűleg a farmokkal fogunk foglalkozni, legalábbis egy ilyen nagyon kezdetlegesekkel. Csak azért, hogy a kaja problémánk, ami jelenleg annyira azért rosszul nem állunk kajával, de jó lenne azért ezeket mindenféleképpen elültetni. Szalmám. Meg jó lenne állatokat is behozni ide a környékre. Plusz még a... Igen, itt van egy kis kutyám. Plusz, amit még jó lenne megcsinálni. Valahol itt, ha minden igaz, bezártam két falusit. Legalábbis elbarikádoztam, hogyha minden igaz. Ez lehet, hogy a másik falunál volt. Nem, itt van. És van ugye két falusink, akik itt szépen el vannak barikádozva mindentől, úgyhogy ezzel is megleszünk. Ugye a tervek úgy néznek ki, hogy mi most jelenleg ebben a házikóban lakunk, de majd arra a hegyre fogunk majd felköltözni. Úgyhogy mindennek előtt szerintem aprítunk egy kis fát magunknak, hogy legyen. Kerítésnek való. Hogy minden, hogy ahhoz, hogy oda felköltözhessünk először is, fogjuk magunkat is gyűjtünk, vagyis biztosítjuk a hátteret, kaja szempontból. Utána meg majd elkezdjük kitalálni, hogy na mégis milyen házikót kellene oda rittyenteni. Ugye már egy elmélet van rá, legalábbis a múltkor kitaláltam, hogy ilyen félkörívben fog lefele jönni. És valószínűleg itt ez a hegy rész, ez majd takarni fogja a belső részt, hát ilyen toronyszerűséget gondoltam. Aztán majd lehetséges, hogy majd egy teljesen más koncepció lesz. Mert már azon is gondolkoztam, hogy esetleg olyat is lehetne csinálni, hogy egy teljesen különálló, mindegy, majd ezt leszedjük, egy teljesen különálló torony, ami erről az oldalról látszik, viszont a hegy túloldaláról csak a teteje. Ha minden igaz, mindent kivágtunk. Jó, aludjunk egyet. Aztán majd valamikor egy komolyabb bányászatot is be kell iktatni. Valamikor.
majd ezeknek a helyét is ki kellene találni ezeknek a farmoknak. Ali! Mi újság van? De hosszú név. Ezt nem fogom ki tudni mondani, ahhoz nem ittam még eleget. Nagyon szépen köszönöm a követést. Nincs semmi különös. Most nem annyira korán kezdtem el a streamelést, és így egy kicsit jobban is esik a lelkemnek. Éppen fát gyűjtünk. Nekilátunk egy kicsit a farm kiépítésének. Elfelejtettem hirtelen, hol lakok. Megvan. Szerintem ennyi bot elég is lesz. Hogy van a kerítés? 32, 32. Ennyinek elégnek kell lennie. Ennek a feléből csinálunk botot. Tehenek, birkák, nem is. Tehenek, birkák, azt mondja, hogy disznók. Szerintem elég is lesz a csirkének, úgyis teljesen más kell. Az előző részben, te itt voltál, a legelső részben, ugye az első részben, ahogy emlékszel, izmosan kerestünk falut. Az előző részben azt megtalált faluntól eljöttünk egy, mert nem is tudom, talán 150 blokkot is találtuk ezt a falut. Aztán itt egy kicsit körbe mentünk arra, és arról érkeztünk vissza, és találtunk még két falut. Úgyhogy ahhoz képest, hogy az első részben nem találtunk, a második részben gyakorlatilag hármat is. Megszereztem kutyát, meg még egy-két dolgot. És utána úgy döntöttem, hogy egyelőre ide beköltözünk. A cél az, hogy azt a hegyet így kinevezzük lakásnak, és akkor oda egy ilyen toronyszerű dolgot kiépíteni. Gyakorlatilag ott lenne egy ipari zónánk, de még egyelőre e felé hajlok, aztán még kiderül. És most pedig azon gondolkozom, hogy hova kellene. Ja igen, meg ezt a két falusit már itt biztonságba helyeztem, hogy ne legyen semmi probléma velük. Meg talán bambuszt is hoztam, de arra már annyira nem emlékszek. Mondjuk ide, hogyha elkezdünk kiépíteni, erre a szintre retúrjuk a földet, akkor talán jó lesz majd nekünk a jók lesznek a karámok. Ja, meg igen, meg sikerült egy könyvet csinálni. Eddig jutottunk az előző részbe.
elsősorban azokat a teheneket kellene majd ide átrángatnunk. Azt mondja, az 1, 2, 3, az nekünk ott elég lesz. Disznókat is láttam a környéken, meg birkákat is. Egyelőre ennyi elég lesz. Kell nekik egy túlzottan nagy karám, úgyis, hogyha minden jól megy, túl sokáig úgysem itt fognak lenni. De cserébe kapnak egy darab fáklyát, hogy örüljenek. Jó, és akkor elugrunk vissza a búzáit, mert azt persze elfelejtettem hozni. Lehet, hogy ezt a két falusit is majd el kellene kezdeni felszaporítani, de most nem ezzel foglalkozunk, most egyelőre azzal, hogy meglegyenek a fix állataink. Kettő jó is lesz, mert ennyivel fel is tudom őket szaporítani, nagyon jó. Ezzel a része csak az a baj, hogy ilyen nagyon dimbes, dombos össze-vissza, de egyébként meg nem lenne csúnya, mert dzsungel, minden van a környékünkön. Jézusom, ezek mire ide átúsznak, az itt kész kínszenvedés lesz. Póci! Gyere ide! De te meg ne menj el, tehát... Pont ez a lényege, hogy ti nem mentek... Jó van, azért már nem megyek vissza, de erről viszont el tudom hozni, nem kell átúszhatni őket. De jó, birka. Két birka is nagyon jó, amire ezeket majd elkülönítem, mert hogyha már ketten jönnek, akkor már két birkát. Hát akkor majd más nem lefelezem a két tehén itt a lényeg, a többi az annyira most nem számít. Ó, nagyon jó. Most láttam meg egy mély kaptárat is. A négy darab hosszú katinka érkezik. Egy, kettő, három. Na, még te is pattanj fel. Nagyon jó. Négy. Erre gyertek. Másik oldalról támadunk. Gyertek, 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 gyertek. Egy. Kintebb, akkor szaladjunk neki még egyszer. Szaladjunk neki még egyszer. Menj arrébb, menj arrébb. Jó, na most, most, nagyon jó. Idióták vagytok ti ketten egyébként. De ne szórakozzatok már! Ne. Ja, így. Na, na most! Ah, végre. Jó. Ja. Most azt kéne valahogy csinálni, hogy a két birkát, jó, a tehén az már ott megvan. Két, ne, ne, te, ne arra, úgyis jó. Nem, 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 másik irány. Ne, 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 ne. Jó, akkor máshogy oldjuk meg, tehát akkor te ide bejössz. Jó. Te, boci, onnan kijössz.
nem mész be, arra meg pláne nem mész be, nem jöttök be. Erre, ami szent, hát nem igaz. Akkor te kimész, mert te itt nem akarsz lenni most. Az a boci ott nagyon akar lenni, de még mennyire akarnak lenni. Nem mész arra! Nagy a késztetés. Jó, ti ketten megindultatok. Igen, te arra nagyon szeretnél elmenni. Elképesztően ki szeretnél most menni, te meg nem akar. Kérdésem akkor, hogy hova tettem le a... Nagyon jó, léci, ne, te maradsz. Te meg nem jössz be. Jó, akkor... Nem bújj a tehenek mögé, pont ne a tehenek mögé bújjál. Két ügyes boci. Ti legalább mindig megpróbáltatok együtt járkálni. Vagy nem, de belőletek nagyobb hasznú. Jó, na, valahogy meg kellett oldani, és így tartottam a legjobb ötletnek, ha így oldom meg. Ez volt a legegyszerűbb. De láthattad, próbálkoztam. Oh. Zombi falusi. Hát azért a kezünkbe tesszük, hogy... Na szóval, akkor most építsünk. A disznó adja, azt hiszem, a legtöbb húst. Elvileg. Ide jöhetnek a gyalarré. Csak sikerül a baltára ráváltani. Na, akkor menjünk, keresünk cocákat, viszont nekik meg répa fog kelleni. Búl is akkor hozok kettőt. Nézzük, hogy ebbe a faluba nem-e pont azt vetnek valahova. Ó, dehogy nem. Ó, dehogy nem. Így. Ez a két falusi életben van. Ez a lényeg. Menjünk, keressünk. Cocát. Ó. De még mennyit szoksz? De nekem ez a három most egyel bőven elég most többet fölösleges idehozni. Úgyis szép lassan fel lesznek szaporítva, úgyhogy annyi kajám van. Ha már ilyen kedvesen, aranyosan, ilyen közel kis karámotokhoz, akkor fölösleges szivatni magam ahhoz, hogy ott a hegyoldalon, domboldalon felrángassam a maradékot, ami ott volt bent, az a négy darab. Hasonlítanak rátok, ugyanazt csinálják. Így. Nagyon jó. Szuper. Bezárjuk. És cocázzatok. Hogy... Na már vannak négyen. És akkor már csak a birkáknak kellene kiépíteni egy részt. Azt pedig... Itt egy kicsit. Még
húzunk rajta. Szerintem ennyi elég is lesz majd a birkáknak. Ez mennyi? 1, 2, 3. Nem, mert az csak egy. Az mi? Ez tök jó az érdejönni. Akkor így ennyit. Vagy ennyi így elég lesz ez, aki kettő szél. Elég hát, lesz ez nekik. Így. Így, és akkor mindenkinek megvan a helye. Már elrángatjuk akkor a, valahonnan a birkákat is. Zseni. Csak miattam ültette ide ezt a kettőt. Na nézzük. Mondja, ott vannak a cocák. Ha az a kettő itt volt fönt, akkor hát, hogyha van még kettő. Vagy legalább valami olyan, ami hasonlít a birkára. Csirke. Az nekünk most nem kell egyelőre. Nekem bari kell. Nagyon érzésem, hogy jó ideig nem fogok találni, amiatt, mert hogy azt a szerencsétlen kettőt eladtam. Milyen kráterek vannak itt. Paci! Te voltál az, aki megszökött előlem, és én ezt nem szoktam díjazni. Két birka. Valami fehér lett, azok is csak csirkék. Azért nem fogok több 100 blokkot arrébb menni, hogy birkát találjak, tehát akkor másnál egyszer úgyis majd a közelünkbe be fognak spawnolni. Mondjuk itt a túloldalon biztosan lesz ezen a nagy mezőn. Ah, ott vannak, nagyon jó. Egy bari, két bari, három bari, négy bari, még egy bari. És gyere, hogy. Na, induljatok meg! Te meg ne legyél különc. Hogy. Tök mindegy, a lényeg az, hogy a 6-ból 2 odáig eljusson, aztán a többi már nem mozgat. Jövőre még figyelnek, jó. Jövőre mind a 6 érkezik, szépen lassan. Ezeken az, hogy ilyen dombos területen annyira nem jó gyorsan menni, mert így hajlamosok rá is nem látnak, hogy én itt vagyok egyébként mögötted.
Azaz. Nagyon jó. Képest ők lesznek a legtöbben, és nekik van a legkisebb karámjuk. Vagy inkább a legkeskenyebb. Na jó. Gyertek csak, gyertek csak. Lényeg, hogy ne essetek vízbe. A csorda ösztön, de hát nyilván. Halló? Öt? Azaz? Halló. Egy kis szétlögdösődés. Azaz, még egy bejött, na most már nagyon jó. Még egy bent van. Már négy. Na, ti ketten is csak bebírtok jönni, hát csak lesz annyi eszetek. Nem. Inkább egybeolvadnak, hoppá. Jó, hát akkor tudjátok mit? Kösz, akkor mínusz még egy, akkor lesznek bent hárman. Nektek meg köszönjük a lelkes hozzájárulásotokat. Egy gyors alvás, meg egy gyors lepakolás ezeknek a cuccoknak. Ja, hol volt a kaja? Itt volt a kaja. Azt mondja, ez bemehet, ez is bemehet, ez is. Ezzel majd egyszer lesz valami csinálva. Igen, szereztünk bambuszt is, majd azt is el kell rakni. Valahova tettem fát. Jó. Jó. Akkor így a répát is ide ledobjuk. Pillanat. Mindjárt érkezek. Jaj. Vissza is jöttem, csak egy pillanatra el kellett ugranom. Érdekes csak, hogy a játék hangja csak nekem nincs, vagy
Pillanat. Na most, hogyha minden igaz, akkor kéne lennie. Nem tudom, hogy van-e hangja nektek a játéknak. Na mindegy, de mindenképpen utána fogunk lesni a mi újságban. Most egy kicsit a mai nap a Streamlabs egy meg van őrülve. Na szóval. Hello. Akkor kezdjünk el majd ültetgetni dolgokat. Meg még majd abba az irányba kell nekünk mindenféleképpen elmennünk felfedezni. Kérdés az, hogy most elmenjünk-e felfedezni, hogy abba az irányba mi lehet. Mert ugye mi csak ebbe a bizonyos körben voltunk. Figyelj. Viszünk egy ágyat. Haló. Áragudj. Viszünk egy ágyat, aztán megnézzük, hogy arra mi újság van. Lényeg az, hogy az állatokat így elég hamar sikerült begyűjteni, aztán karámba zárni őket. Ja, megnézzük, hogy itt ezen a Safari erdő határon mi újság van. Hát találunk valami érdekeset. Egy sivatagot jó lenne találni. Azt mondjuk, az úgy nem lenne az utolsó között, amit most így szeretnék. Ó. Oh. Ez sem rossz tudni, hogy ez itt van. Legalább nagyon nem kell majd sokat ásni. Ez elég mélyre lemegy. Nagyon jó. Mondjuk hozhattam volna a nyergemet, meg a aranyló páncélomat. Legalább egy lovat haza lehetett volna vinni. Még amíg szárny vagy valamink nincs. De majd legközelebb, mert legalább tudjuk, hogy itt is vannak lovak. Ez elmúlt. Hát amennyi helyen jártunk, ott mindenhol volt legalább kettő ló. De majd megnézzük, melyik, azt hiszem a csontvázló az, ami a legritkább, majd másnap akkor az arany lópáncélt őre át fogjuk elhasználni. Kajával többel is elindulhattam, ha szoktam volna az almákat, de nem baj. Majd csak belefutunk valamibe, ahol van egy kevés kaja. Más nem, még egy faluba kiderülne, hogy itt van még egy a közelben. És kiderült. Hát ez zseni. De első adáshoz képest pikpak. Azonnal találom a falukat. Nagyon jó. Kaja is lesz. Úgy találtam, itt van dinnye. Meg mérhetetlen mennyiségű bármi. Nyereg jó lesz. Ez még nincs, ezt még azért feldobhatjuk magunkra. Ja.
akkor ezeket szétszedjük, hogy legalább mindig legyen nálunk kajának való. Az esetben dinnyét viszont akkor nem is kell vinni. Mennyi van itt nálunk? 15. 9. Hát ebből már az egy jó mennyiségű kaja ki fog jönni. Na de nézzünk még körbe, hogy van-e valamelyik házikóban valami. Itt volt egy láda. Ó, hát. Nagyon jó. Nem lenne rossz most már igazából könyveket sem találni, legalább egy picit előkészülni a semmi. Az encsantolós részhez. Ó, nagyon jó. Papír nem fog kelleni. Ez jöhet. Énünk még úgy sincs. Te mi vagy? Ó, iránytű. Szereztünk egyet. Na, legalább van iránytűnk is. Majd valamire egyszer elhasználjuk. Itt valami. Itt voltam legelőször. Van a zászló. Ide is benézünk, mert ez egy elég nagy házikónak néz ki. Ja. Ami említésre méltó, itt se. Itt. Kenyér, hát ennyi nyereg már nem kell, mert már otthon is van kettő. Mindent csak úgy nem viszem el. Még több kenyér, mindenhol kenyér van. Micsoda egy pékek ezek. Semmi más nem lehet náluk találni. Ez se kell. Jó. Azt mondja, hogy akkor arról jöttem, valahonnan. Azt mondom, arról. Ja. Itt felugrálva láttam meg, azt hiszem, ezt a falut. Na, mindegy. Szerencsére már fel van írva, hogy merre lakok, úgyhogy ezzel gond nem lesz. Szerintem megy le a nap. Nem tudok aludni. Megy már lefele, de legalább már erre találtam egy. Megvárom az éjszakát. De már legalább itt találtam egy olyan helyet, ahol van homok. Hoztam magam a csónakot, hoztam meg. Ugye nem sok homok, de legalább van. Van teknős, meg. Még ezeket a szavannabályomokat annyira nem szeretem. Biztos, hogy fa, az piszok sok van a környékünkön. Abból hiány nem lesz. Szerencsére víz is rengeteg van. Még gyakorlatilag minden. És kérdés az, hogy ebben ezt a falut én már láttam-e?
Szerintem nem, mert egy kicsit akad a játék. Az abból a szempontból, hogy szerintem most éppen teljesen új részeket tölt be. Ez elég pici. Felismersz? Nem. Meg eddig szerintem minden helyen, ahol voltam, ott volt Iron Golem. Ez ilyen nagyon pici falu. Itt is van. Még arra ki is. Aha. Szerintem még én ebbe, legalábbis ilyen jól megépített falusi házra én még nem emlékszek. Még oda be is kukkantunk. Jó napot! Ennyi? Hát, nagyon szépen köszöntöm. Jó, hát akkor így ennyi. Menjünk tovább, aztán hát, hogyha találunk valami izgalmasabbat. Volt egy elég nagy dzsungel. Arra nézzünk el. Visszamegyek szerintem a szavanna. Onnan jöttem. Megyünk erre. Még mindig egy ilyen dzsungeles téma kezdődik. Ajaj. Dinnyét se kell már vinnünk, mert az is megvan, és van otthon. Szerencsére ilyeneket már nem kell szedegetnem. És a következő részben mindenféleképpen bányászni kell majd. Már érdemes lenne szenet, meg több vasat összeszedni. Meg mindenféleképpen valamikor találni kellene már egy sivatagot. Vagy sivatagra hasonlító dolgot, például egy hatalmas nagy partot. Még keveset arrébb megyek, aztán visszafordulok, hát ha. Kb. Ilyenekre gondolok, tehát nem majd lehet kitermelni szépen. Ekkor erdőben nincs nagyon kedvem bemenni. Úgyhogy itt el tudok húzni mellette egy jó darabig. Nézzük, mi van ezen a kőfalon túl. Aha. Gigantikus tenger. Az sose baj. Itten még lehet akkor találni jó dolgokat.
az apart már nem rossz. Hajó, most egyelőre nem. Most már az ilyen nagyobb hajókat, meg egyebeket úgy szeretném felfedezgetni, hogy legalább vaspáncél van rajtam. Na jó van. Forduljunk vissza, menjünk vissza, és akkor építsünk még egy-két dolgot. Minye farmot, azt mindenféleképpen. Mert az elég hamar a répát is el kellene kezdeni elültetni. De annyi vasam van, hogy vödröt tudjak csinálni. Ez a part nem rossz. Tudjuk, hogy melyik irányba kell elindulni ahhoz, hogy ehhez a parthoz eljussunk. Ja, van egy jó nagy adag homok. Na. Azt mondja, hogy nyitunk egy gyert, aztán mínusz 4, 40, 80, meg mínusz 1250. F3, azt mondja, az az irány jó. Azt az irányt kell erre tartanom. És F3. Abba az irányba kell menni ahhoz, hogy hazajussak. Nagyon jó, és már tudjuk ezt is. Úgyhogy itt most gyorsba végig pattogunk. Méhecskét is vinnék haza, de azt hiszem ott is van nálunk. Itt mondjuk rengeteg kaptár van, ahogy látom. Meg őket azt hiszem csak Silk Touch-sal lehet kiszedni, úgyhogy suhanunk is tovább. Igen, mert valahol erre lesz majd az a szavannás falu. Meg vannak ezek a partok. Aztok tekik. Bízunk semmit se a véletlenre, tehát még annyira a játék elején vagyunk, hogy itt muszáj vagyok alukálni, meg mindent, tehát azért nem vagyunk annyira izmosak, hogy egy zombi támadást, vagy egy akármilyen több skeletonnak a támadását úgy azért kivédekezzük.
Pici Barry. Aha. Itt van ez a falu. Ettől már nem volt olyan messze, ahol lakunk. A telefonom meg van őrülve, zümmeg össze-vissza. Most nem is tudom, hogy a... Az a baj, hogy még nem tudjuk megcsinálni, hogy automatice elszedjük. És meg tudnánk csinálni. Tehát lehetséges, hogy már egy automata kajafarmot lehet, hogy már tudnánk csinálni. Most azon gondolkozok, hogy van-e annyi vasunk. Azt mondja, hogy egy, kettő, az öt vas. Plusz egy láda, a hopper. Ugye két falusit oda tudnánk zárni. Na mindegy, azt majd a másnap a következő. Viszont vasfarmot meg már tudnánk csinálni. Azt viszont már tudnánk csinálni. Vagy készítsük elő a vasfarmnak a... Most már lassan rá kéne néznem, hogy hol járok. Igen, ez egy másik, ez már az a portál. Ezt már azt az aranytömböt ki tudom szedni. A gombos csákányom. De az a portál, amit az előző részben találtunk meg, tehát itt van a környékén egy falu. Lehet, hogy ez egy teljesen másik portál, majd mindjárt kiderül. Na, abból azt hiszem egy darab hiányzott. Nem, ez egy másik portál lehet. Ó, igen, ez egy másik portál. Ez egy jó volt. Ez... Mindegy. Elviszem az aranytömböt. Egy, nagyon jó, köszönöm. Akkor ránézünk egyre, hogy... Mindegy, arra fele kell nagyjából menni. Aztán majd egyszer csak jó lesz. Most azon gondolkozok, hogy vannak már birkáink, de ágyak, hogyha most mit tudom, neki megyek még egy falunak, akkor szedek össze egy pár darab ágyat. Hát összesen 5 darab ágyra van szükség ahhoz a vasfarmhoz. Összesen 5 darab ágy. Vízre van szükség, meg egy megsemmisítő részre, de lávát azt szerintem hamar találunk, mert amerről jöttem, ott is volt egy csomó felszíni láva. Hát meg most találtunk egy csomó Iron Nuggetet, szóval még abból is tudok csinálni vasat. Jó lesz ez. Kenyerünk annyi van, mint égen a csillag, úgyhogy fel is tudjuk szaporítani, oda csak be kell dobnunk kettő falusi. Még ezt is feldobjuk, legalább már valamennyire védettebbek vagyunk a támadásoktól.
Ez a virágos mező, mint hogyha ismerős lenne, de... Na, 1100, azt mondja, hogy arra fele kell menni. Aha, arra valamerre. Az igen. Igen, mert talán innen hoztam el azokat a birkákat, tehát ez volt az a szavanna. Ez volt talán az a szavanna bájom, ahonnan a birkákat elhoztam. Talán. Ez a könyv a legjobb dolog a világon, mert ebbe legalább mindent fel lehet írni, és nem kell, mit tudom én, a képernyőfotóból kilesni, meg felírkálni magadnak itt a saját Minecraft chatben, hogy mégis hol laksz. Csak ránézel, és már. És meg is érkeztünk. Így van. Oszlunk is egyet. Na és itt egyébként a vasfarmot azt meg is lehetne csinálni. Csak annyi, hogy össze kell hozzá gyűjteni kávé minden. Most pont azon gondolkozok, hogy lehet, hogy úgy kellene megcsinálni, hogy ne legyen nagyon szívás, hogy nem az égbe építeni meg, hanem a földbe megépíteni. Ásni egy 8x8-as likat, a közepébe tenni a megsemmisítőt, és úgymond akkor földfelszínen lennének a falusiak, de mégis abba a vizes blokkba spannolnának be az Iron Golemek. Szerintem az úgy még megoldható is, de majd még a későbbi rész. Megy le a napocska. Járt akkor annyi, hogy most azt hiszem lett egy. Aranykapánk, úgyhogy majd mindjárt azzal intézkedünk, de először csinálunk magunknak vödröt. Szóval lehet, azt hiszem az a 9. Hát pont egy vödörnyi. Pont egy darab vödörnyi lett belőle. Az nem baj, ennyi nekünk elég. Az aranyat eltesszük. Később jó jöhet. Emerald is később még jó jöhet. Ez nem kell. Ez se kell. Jelenleg ez sem kell. Ez ide jöhet, mert ez fölösleges egyelőre. Pipacs is jöhet ide, meg ide. Obszidián is. Na, szépen lassan azokból a ládákból összeszedünk egy Nether portára valót. Ezt nagy sem fogom használni. Ágy, ez meg jó lesz majd később. Halló! Hát ez az én nap. Ez az én ágyam. Takarodj! Üldögész, fekszel be másnak az ágyába. Menj ki! Kifelé. Ott az ajtó. Taka van.
Ezt még bezárod az ajtót, nem mész ki. Pofátlanság. Jó, akkor még ez fog kelleni. Hát mondjuk ez mondjuk annyira nem is. Mondjuk szenet azt mindenképpen bányásznom kellene, úgyhogy most már nincs sehol, azt hiszem. Nincs, nincs. Nincs, hát akkor mindjárt. És ebben van szén, de ezt nem akarom elhasználni. Mindjárt akkor itt volt ez a nagyobb bánya, ez a nagy lyuk. Mindjárt innen. Száj vagyok egyszerűen szenet szerezni, hogy legalább fáklyám legyen. Valahol erre volt, nem? Ehű? Nézzük, van-e a felszín közelében szén. Hát ott. Hát az igen. Az igen. Ez azért cseppkőbarlang a javából. Jó, ja, akkor ezért az egyért fölösleges volt idáig lejönni, de itt ez majd jó lesz. Bányászásra teljesen jó lesz. És már csak valahogy fel kéne jutni. Na, mondjuk jó lesz. Jó. Egy darab szénnel túl messzire nem megyek. De ha már úgyis erre jövök, akkor ezt. Ezt fel is töltöm vízzel. Gyorsan megtisztítjuk, csak így ide gyorsan random lepakoljuk, és akkor azt mondja, hogy legyen itt. Azt mondja, hogy kell nékem a kapa. Fölcsön kettes kapa az mindennél is többet ér. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ha minden igaz, akkor így mindegyiket el kellene, hogy érje. Eddig bírta? Ez komoly. Mindig legalább beugrok a ültetendő dolgokért is, de ez aztán kapa volt a világon. Vasból biztos nem csinálok neki kapát. Nem csinálok neki kőből aztán. Még mielőtt elmegyek, akkor már ezt is elviszem, ezt is elviszem. Azt mondja, krumpli. Jó, akkor már ezt is elviszem egyúttal. Ezt is jó lenne, meg ezt is jó lenne már akkor elpakolni. Most egyébként nem foglalkozunk. Ezt is jó lenne eltenni. Ahhoz nekem kellene. Annyi elég lesz. Jó, na hát akkor kialakítjuk a kis konyhakertünket. De erre te ne is gondolkodjál, hogy erre jössz. Erre semmi dolgod nincs az égvilágon.
legjobb. Egyszer ez megvan. Akkor... És akkor 1, 2, 3, 4... Nem kell, úgy 1, 2, 3, 4, és nyilván még van nálam föld, úgyhogy jó lesz. Telibe mellé pakoltam, zseniális, így. 1, 2, 3, 4, így. Itt mindenünk is, kérem szépen, mint a búcsúba. Jó, hát azt mondja, hogy ide tegyük el a kolompért. Itt lesz a krumpli. Ide tegyük el a répát, mert ez egy jó dolog. Ezek termelődnek a leggyorsabban. Így. Egy picivel arrébb jövünk. Másunk még egy gödröt. Szóval 1, 2, 3, 4. Oda. Nem oda. Oda. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. És akkor így, ide meg majd jöhet a búza. Szuper! Nagyon jó! És már legalább bejutottunk odáig, hogy a kajáink is el vannak ültetve. Most már legalább ezek is lesznek. Na, akkor most csináljunk egy olyat, hogy ezt ide letesszük, és akkor elrakjuk a cukornádat. Cukornád is eltéve. Nagyon szuper. Egy kicsit meggyérítjük. Nagyon jó. Csak idegesít. Ezt is egy kicsit inkább visszabássuk. Szuper, akkor ezt is elrakjuk, mert ez meg tök jó kajaforrás egyébként. Akkor egy 10 darab elég. És baromi ritkán fogjuk leszedni. Csak azért, hogy legyen, majd azért szedjük le. Jó, ez is megvan. Ezeket innen leszedem, mert iszonyatosan tud idegesíteni. Nagyon jó. Oké. Hát akkor három fákját még mindenféleképpen csinálni fogok, meg akkor annyi, hogy a bambuszokat elültetem, az viszont teljesen jó kaja sütésre. Egy
Egy bambusz, két bambusz, három bambusz, szerintem így teljesen jó lesz, és akkor így két oszlopba, hogy el is tudjak mellettük menni, összeszedni. Így teljesen oké. Okay. Na, zúzzunk aludni még egyet. Szerintem majd én ezt itt elzárom, hogy oda már ne folyjon le víz. Mindjárt megetett. Tehát én értem, de annyi ház van itt a környéken, hogy miért nem tudsz a sajátodban lakni? Ide jöhet, ez is ide jöhet. Hát oda. Még egy sor dört. Ide tesszük, mert jobb ötletem nincs. Kevés homokot. És akkor csinálunk. Négy darab fákját. Akár el is dobhatom. Pont ezt a négyet el is hozzuk. Egy. Kivilágítjuk azt a részt. Majd mindjárt innen a faluból lopok egy kevés egy, most így sikerült. Hát ezt majd valahogy máshogy oldjuk meg, de egyelőre így jó lesz. Ti is kaptok még ide egy fákját, hogy örüljetek, hogy van olyan világosabb pont is, aztán jó lesz az úgy. Most menjünk, és akkor szedjünk búzát meg répát innen a falusiaktól. Tök ilyen jó fejek, és mondták, hogy bármikor szedhetek tőlük. Jöhet ez, krumpli az nem kell, ez. Répa, 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 búza, 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 búza. Előlem amúgy itt krumplit is vethettek folyamatosan, tehát azt sem fogom. Nehéz szívvel fogadni, ha csak krumplit vesztek. Azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4. 1, 2, te is kapsz egyet, csak hogy örüljél. És hogy gyertek répák. Egy répa, két répa, három répa, négy répa. Nagyon jó. Meg ha már felszedtem ezt a sok magot, elképesztő milyen jó gyorsan nő. Most már legalább az is lehetséges, hogy szenet nem is kell csak azért, hogy fáklyám legyen szedni. Semmi másért. Mondjuk nem baj. De már legalább a mezőgazdasági rész az úgy, ahogy kezd beindulni. És már csak arra kellene rájönni, hogy a
ezt hogy kell csinálni. Majd ilyeneket kellene majd lepakolásznom. Ja, meg ugye van a dinnye, de azt most egyelőre nem, mert azt automatice lenne jó csinálni. Ugyanúgy, ahogy a tököt is. Ugye automatikusan gyártjuk. Ezt meg leteszem ide, mert ezzel még fogalmam sincs, hogy mit fogok kezdeni. Ez is jöhet ide. Mindig jók, hogyha vannak nálunk. Ezek úgyis ilyen mezőgazdász tudszok, úgyhogy jöhetnek ide. Tudjat is fogok már tudni csinálni. Na, jó lesz ez. Akkor azt mondja, hogy van 5 darab búlom. Most elmegyünk kicsit arrébb, és vadászunk birkát, ami annyit tesz, hogy nekünk most így, hogy megvannak a farmok, legalábbis így a kezdetleges verziók, mondja, megvan a három nagyobb állat, amit akartunk, azt mondja, van búza, répa és krumpli farmunk, ami már nagyon jó, van ugye az a piros bogyónk, meg van a bambusz és a cukornád is. Egyelőre nem automatizálva, de legalább már nő és termel. És akkor te jössz. Tehát az Iron Golem Farm az, amihez nem kell semmi elektronika és zombi, ahhoz 5 falusi kell, ami 5 ágy. 5x3, 15 darab birkát kellene találnom. De előtte csinálunk. Nem is kell annyi, mert már egy ágy az van itt bent. Úgyhogy akkor 4 darab kell, meg már egynek van elegendő itt bent, tehát akkor 3 darab kell, akkor az is lehetséges, hogyha megmetszem a... Megmetszem? Megírom a birkáimat, akkor már jók is leszünk. És az azt hiszem úgy működik az a farm, hogy... Marha jó, mert pici barna birka. 3. Szerintem így meg is vagyunk. Azt hiszem még van pont egy barnám is benn. Úgyhogy akkor elkezdjük összegyűjtögetni nagyjából, hogy mi kell ehhez az egészhez. Mindjárt megkeressük a helyét, úgyhogy egy mondjuk ezt erre elhasználhatjuk egy ládát. Így, azt mondja, hogy nekünk kell hova tehettem. Így 3 darab ágy, ott van még egy, meg még akkor ebből még egy. Így. Tehát 4 darab ágyra van szükségünk. Ide tesszük, lehet ide visszatett, akkor szükségünk van így összesen 5 darab ágyra. Szükségünk van építési blokkokra, amik szerintem ennyi teljesen megfelel, ennyi azt hiszem elég lesz. Szükségünk van vödörre, ugye az elvezető miatt, meg szükség lenne hopperra, ugye amin ki el tudjuk őket intézni, ugye, hogy összeszedje a vasat,
De abból meg kellene három darab. Nem is egy. Egy darab hopper kell, mert a vízelvezetéssel meg tudom oldani. Ahhoz pedig nem kell nekem más, mint 8 darab. Ja, nem jó. Szök el a láda. Így. Így lesz a jó. Van hopperünk, nyilván akkor kell majd láda is. Hát akkor ismételten kell nekem 8 darab. Jó. És majd a falusiak. Ugye? Igen. Mert ugye ez egy ilyen oszlopszerű cucc. Komolyan mondom, fejbe váglak már most már valamivel tényleg. Tehát ez az én ágyam. Fogd már fel. Mert ugye ez egy ilyen oszlopszerű cucc. Az ajtót be tudod zárni magad mögött. És ugye úgy néz ki, hogy azt hiszem egy 5x5-ös terület, ahol az alsó szinten vannak a falusiak, 5 darab ágyal, és fölötte pedig spawnolnak be az Iron Golemek. Kivégző részbe. Igen. Nagyjából úgy néz ki. És az majd egy-kettő kerítés, majd ilyen kőkerítés is fog kelleni. Itt azt már szerintem meg is csinálom. Más nem annyira elég lesz, hogy majd. Jó, hát akkor a következő részben mindenféleképpen ezzel fogjuk kezdeni, hogy ezt megépítsük, mert... De miért? És mit keresel pláne? Meg is kéne találni a helyet, ahol minden további nélkül spawnolhat. És ráadásul őket nem is őket fogom majd oda bevinni. Hanem majd ezek közül a nagyon lelkes betámadó falusiak közül fogok majd bevinni egy pár darabot. Mintem kettőt, aztán majd elkezdem felszaporítani. Meg egyebek. Csak már tényleg valami jó helyet lenne érdemes nekik találni. Mert ugye az sem, tehát azt is figyelem előtt kell tartani, hogy ha ez egy, mit tudom, például, hogyha ide építeném, ami egyébként nem lenne rossz, ha ide kerülne, akkor innen le kéne túrnom egy adagot, földet, hogy egy színbe legyen, és a környékén vagy 10 blokkra le kellene spamproofolni az egészet. Mert hogyha azt csinálnám, amire gondoltam, hogy itt szépen egy gödröt kiások, és akkor itt lennének a falusiak, és csak a tetejét kéne spamproofolni, akkor csak egy bizonyos rész, csak az ott sokkal több a munka. Ez pedig egyébként egy nagyon hamar készlevő dolog. Mert szőnyeggel meg nem akarom, mert az meg csúnya. De ott egyébként jól néz neki. Jó lenne. Meg ott általában be is lenne töltve, hogyha itt vagyunk. Meg hát nyilván ugye ez csak itt az idénylenes, mert majd ott lesz úgyis a
Zavarok? Mert úgyis ott lesz majd fönt a... Te leszel az, aki majd szépen ott fog egész életében megrohadni. Úgyis ott lesz fönt majd a végleges verziója, és abból is valószínűleg több. Ugye ott már fönt el is kezdtem letúrni. Csak itt megijedtem. Próbálok ide felugrálni. Van szén, az már nem rossz tudni. Ah, jó lesz majd ez. Amikor majd itt fönt kezdjük el ezt az egészet kiépíteni. Ugye itt már ezt elkezdtem, egy kicsit lentebb túrtam. Jó, azért haladtunk ma is. Viszont a következő részben az Iron Golem farmot mindenféleképpen meg akarom csinálni. Az a legalább a vas probléma, vas kérdés az biztos, hogy megszűnik. Már elég hamar itt a játék elején. Meg mindenféleképpen szeretnék csinálni már akkor egy falusi szaporítót. Jött az a két srác is már akcióba tudjon lendülni. Közben már szerencsére akkor a farmok is fognak termelni, meg hát azért az állatok is szép számmal fognak gyarapodni, úgyhogy jó lesz ez. És hát nyilván muszájok leszünk elmenni majd bányászni is valamikor, sajnos. Na, úgyhogy szerintem erre a mai délelőtre, sőt most már dél múlt pár perccel, ennyi egyelőre elég is volt, azért haladtunk is. Nem olyan túl sokat, de Roland, nagyon szépen köszönöm a feliratkozást. De egész, azért egy picit lehetett haladni ezzel. Este pedig még nem tudom, vagy még nem tudom, hogy mi lesz a stream. Lehet, hogy ha úgy tartja kellem, lehetséges, hogy megint Minecraft lesz, de gondolkozok egy új játékon is, amit még le kellene tölteni. Vagy lehet, hogy Yu-Gi-Oh! De még nem igazán döntöttem el. A végén, hogyha így nagyon a fejembe lesz folyamatosan, hogy megcsináljuk ezt az Iron Farmot. De előtte mindenképpen a falusi szaporító lesz az elsődleges, hogy az meglegyen. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a figyelmet nektek. Este, hát szerintem olyan 6 óra magasságában akkor megint jövök egy streammel, és mondom, majd valószínűleg, tehát most a három játék közül még nem döntöttem el. Mert az is lehet, hogy az új játékból majd YouTube-ra megy fel videó. Úgyhogy ma este vagy Minecraft, vagy Yu-Gi-Oh-zni fogunk egyet. Így, hogy egy kicsit jobban utána néztem még ennek a Master Duelnek pluszba. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm nektek a figyelmet, és akkor további szép napot. És akkor este majd találkozunk. Sziasztok!